160 évvel ezelőtt született Bársony István, tehát emlékévet ünnepelünk. Budapesten létezik 8 éve már a Bársony István Fotoklub, és ők ajánlották fel azt, hogy az emlékév tiszteletére egy olyan kiállítási anyagot állítanak össze, amit azután az egész évben, az egész országban vándoroltathatunk. Itt a negyedik állomáson vagyunk, korábban már budapesti és vidéki helyeken is megfordult a kiállítás, és tovább vándorol, innen Várpalotára, majd a Túri várba kerül. Bársony Istvánról tudni kell, hogy ugyanarról az íróról beszélünk, akinek a bronz domborműve a Gárdonyi Géza emlékfalon is ott található. Ő volt a természetírás első igazán nagy mestere, nekem a legkedvesebb íróm. Fejér megyéhez kötődik, itt született Sárkeresztesen, Gárdonyi Gézához is erősen kötődik, hiszen nagyon jó barátok voltak. Május utolsó napjaiban bontjuk le a kiállítást, akkor kerül át Várpalotára, ott a gyermeknap tiszteletére, május utolsó vasárnapján kerül majd falra. Nekem ő a legkedvesebb íróm. 14 éves koromban kaptam az első olyan könyvet a 8. osztályos bizonyítvány mellé, ami a Néma völgyben címet viselte. Tudni kell, hogy ez a Delfin sorozatban jelent meg 175 ezer példányban, és ebben 10 Bársony István novella szerepel. Később több alkalommal találkoztam az írásaival, novelláival, valami gyönyörűség, amit ő a magyar természetről ír. Tehát ha valaki egy kicsit is szereti és ismerni szeretné a környező világot, az erdőt, a mezőt, annak az állatvilágát, nála jobb kalauzra nem találhat.